Ige liturgiát tartottak a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnáziumért. A szolidaritás jegyében a Háromszékelyföldi megye tanácsainak elnöke, Magyarország kormánya részéről pedig dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is mondott imát a gimnáziumért. A keresztelő Szent János plébánia templomban összegyűltek az iskoláért mondott imájukkal, a magyar kormány közleménnyel kívánt közben járni a római katolikus gimnáziumért. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott, jelenléte egyértelmű üzenete annak, hogy a magyar kormány kiáll az iskola és annak vezetősége mellett. Az iskola körüli történések, az igazgatóval történt események, a szülők kihallgatása, nem európai értékrendet tükröz. Azt szeretnénk elérni, azt kívánjuk, hogy az iskola tovább tudjon működni, minden probléma nélkül, hiszen egy fontos intézményről van szó, amely nem csak a Marosvásárhelyi erdélyi magyarság érdekeit, hanem az egész ország érdekeit és jövőjét szolgálja. Maros, Hargita és Kovászna megye elnökei a templomi imát követően közös állásfoglalást fogalmaztak meg, amelyben szolidaritásukról és támogatásukról biztosították a katolikus iskola tanárait, diákjait és szülői közösségét. Tamás Sándor híradónk kérdésére elmondta, fel kell készülni az esetleges további visszaélésekre, tekintve, hogy a Marosvásárhelyi iskola ügye sem precedens nélküli. Ebben az országban egy nagyfokú visszarendeződés folyik, decentralizáció helyett recentralizáció, ingatlan visszaszolgáltás helyett pedig államosítás és az intézményeink megszüntetése, gyakorlatilag a magyar közösség létének az ellehetetlenítése, hiszen a Székely Mikó kollégium után a most a Marosvásárhelyi Római Katolikus Liceum, de fognak következni érzéseink szerint mások is. És hogyha nem állunk a talpunkra, ha nem fordulunk szembe, akkor megpróbálnak ledarálni minket. A katolikus gimnázium ügye tavaly november elején kezdődött. Bár a helyi önkormányzati képviselők megszavazták azt az iskola hálózatot, amely szavatolná a gimnázium további működését, a kormánybiztos azt törvénytelennek minősítette. Mi több, a tanintézménynek nem engedélyezték, hogy jövőre előkészítő 5. és 9. osztályokat indítson.